A Rally 61 kalandrali, amely többféle tesztből áll. Ennek során a versenyzőknek tanúbizonyságot kell tenniük többek között vezetési képességeikről, az útvonal ismeretéről, ugyanakkor különféle játékokban is részt kell venniük. A rendezvény már 2018 óta nagy sikernek örvend. Idén a Classic Car Club és a Marosvásárhelyi Önkormányzat indította útjukra az autókat a 2022-es őszi retro parádé után. A versenyzők így Marosvásárhelyről indultak, és a szovátai célig vezető útvonalon Maros megye több turisztikai nevezetességét is érintették. A díjátadón megtaláltuk a mezőny legrégebbi autóját, egy 1938-as Plymouthot, amelyet Sógor Attila és Ildikó versenyeztetett. A veterán autóknak érdekes története is van. Ennek nagyon jó históriája van az autónak, a Plymouthnak. Ez a sinaiai gyár, Meffin gyár tulajdonosáé volt régebb, akitől átvette a sofőrje. Az autó az a mi tulajdonunkban van már 20 éve körülbelül, és a sztori az úgy működött, hogy apósom két éven keresztül járt ehhez az emberhez, hogy mind győzze meg, hogy adja el az autót neki. Mindig az öreg mondta, hogy várjad ki. Aztán végül két év után valahogy meggyőzte, hogy odaadja az autót, de az volt a feltétel, hogy ahogy megveszi az autót, soha életében el nem szabad adja az autót. Persze ez meg is történt, egy és fél év volt, amíg felújítottuk az autót. És amikor ment apósom, hogy mutassa meg az autót az öregnek, hogy fel van újítva, nem tudom mi, a lánya nyitotta ki az ajtót, azt mondja, Lázár úr, azt mondja, ahogy megvette az autót, rá két napra meg is halt. Tehát egy nagyon, nagyon érdekes históriája van az autónak. Attila elmondása szerint mindent szeret a Plymouthban, bár vezetni kicsit nehezebb. Az autó ugyanis 2,5 tonna, emellett teljesen más a fékrendszere, mint amit a napjaink autóiban megszokhatunk, és csak 3 sebessége van. Vezetni nem is tudja akárki, családon belül is csak 2 ülnek a volán mögé. Attila apósa, Farkas Lázár egyébként nem csak az 1938-as Plymouth tulajdonosa, jelenleg ugyanis 7 veterán autóval büszkélkedhet. Köztük van Corvette, Cadillac, de Trabant is.